a Holló Színház bemutatja Galla Miklós, Ügyes Lajos irodája című nyelvi bravúrokban bővelkedő hangjátékát. A szereposztás: narrátor Aradi Tibor, főnök Bor László, dénes Varga Ferenc József, ügyfél Pável Miklós, Ibike Bölöni Réka, Jolán szerepében pedig Galla Miklós. Ügyes Lajos irodája. Jelenetünk elején Ibike, a szebbik titkárnő, egyedül szépítkezik a titkárságon, majd Jolán, a csúnyábbik, sántikálva belép. Az egyik cipője macska figurának van kiképezve. Jaj, jaj! Az utcán kicicamodott a bokrán. Vakargatni kezdi a macskás cipőjét. Már megint mi az a macska kaparás? Ez a cipő töri a magyart. A macskás cipőt Jolán leveszi és fölteszi az asztalra. Közben Ibike egy receptet nézeget, amelynek világos színű parókája van. Nekem tetszik ez a szőkevény. A parókát átteszi a macskás cipőre. Círmos cica haj. Dénes, az iroda kifutó fiúja, becsörtet. Az arcán kék-zöld foltok égtelenkednek. Ökleivel mutatja, hogy megverték. Sorozáson voltam. Véletlenül belelép egy nagy rozsdás szögbe. Most meg rossz szögben állok. Dénes leül az asztalához. Ibike észreveszi, hogy az tele van hulladékkal. Mi az? Neked társad a lom? Ja, nem lát a szeméttől. Ez csak díszkos. Belenyúl a szemétbe, festékes lesz a keze. Fog a lom! Belép a sármos Ügyes Lajos. Ő a főnök, mindkét titkárnő vágyainak tárgya. Guta morgen. Köszöntöm, Lajos bástyám. Egy sárgás színű emberi csontváz van a főnöknél. Áldozatot hozok. Ez egy kínai váza. Csontvázi kosztka tivadar. Fének, állatra halálra kapok macska almot. Nem, önnek nem jutalom. Dénes egy kulccsal vakargatja a kezét. Én meg összekulcsolom a kezem. A főnök több X alakúra kivágott dossziét ad át Jolánnak. Itt vannak az X-akták. Ezekkel legyen ön tevékeny. A főnök bemegy a szobájába. Dénesnél fúrógép és egy fókát ábrázoló kép van. Én vagyok Fúró Rudi. Lukat fúr a falba, másik kezével a kíváncsiskodó Jolánt csapkodja. Dénes, ne legyen már ütve fúró. Dénes hirtelen piros pöttyös boxer alsóra vetkőzik, és Ibikét rángatni kezdi a vállainál fogva. Gatyában házlak. Dénes, öltözz föl, ez nem ingetlen ügynökség. Most látom, te hasonszőrű vagy. Benyit Gejza, az ügyfél, és meglátja Dénest. Bemegy a főnök szobájába. A főnök egy cigaretta végekkel teli dobozt mutat Gejzának. Nézze, árucsikket forgalmazok. Jól hallottam, hogy ön mindenkori tulajdonosa lesz egy fényes gépkocsinak? Nem, mattot kapok. Amellyel a körforgalom idején jobbra kormányozza a volánnal? Épp ellenéskezőleg, balra fakadok. Közben Dénes, immár felöltözve, a titkárságon egy lavorból híg sarat rakodik egy polcra. Az azon lévő Európa térkép is bepiszkolódik.
iszappakolás! Bénes maga, hogy ne tudnám, bepiszkolja az összeurópai térképet. Ettől én ideg összeurópanást kapok. Benyit egy igen izmos ember cigizve. Jaj, erős dohányos! A földből hirtelen gomolygó színes füst tör elő. Ibike benyit a főnökhöz. Főnök, padlógáz! A főnök a falnak támasztott dárdára mutat. Nagyobb a füstje, mint a lándzsa. Ibike, akarja, hogy résen legyek? Én nem bánom, ha bekeményít. Közben a titkárságon az izmos ember Jolánt, mint egy súlyzót, a saját feje fölé nyomja. Jaj, fölemelő! Ne tartson föl! Az izmos ember felteszi Jolánt egy szekrény tetejére. Melyik az, hogy szekrény? Épp azon vagyok. Erről tegyen le! Az izmos ember lerakja Jolánt a földre. Dénes biliárdákot vesz elő a szekrényből. Dákói szigor! Arcon csapja az izmost a dákóval, akinek ettől kiesik egy foga a földre. Fogad szeretettel! Az izmos ember foghíjasan távozik. A főnök szobájában Gejza jelenléte ellenére még mindig tart a kacérkodás. A melbőség zavara. Úgy mondom önnek, mint Szőrös Márti Mihály. Főnök, akarja, hogy kézbe vegyem az ügyét? Én még nem vagyok leamortizálva. Maga a szívem csöcske. Gejza hirtelen egyensúlyát vesztve lehuppan a székéről, Ibike és a főnök ráesnek. Jolán épp ekkor nyit be. Na hát, nem igazság. A főnök és Ibi egy más egyén hátán.